a szakmai koncepciója van emögött a törvényjavaslat mögött. Nagyon fontos tehát az, hogy mi támogatjuk azokat az Európai Uniós szabályoknak a magyarországi jogrendszerbe való bevezetését, amelyekben egyrészt kötelezettségünk van, másrészt világosan kell látni, hogy ez Magyarország érdeke, a magyar fogyasztók és a magyar piaci szereplők érdeke egyaránt. Ebben az értelemben korrektül át vannak vezetve az európai szabályozási rendszerek. Nagyon is indokolt, hogy ezen a területen a parlament a szükséges döntéseket meghozza, és ezáltal az európai hatósági rendszerhez és a fogyasztói rendszerhez alkalmazkodjon. Ez tehát kifejezetten pozitív, korrektül és jól vannak átvezetve. A hírközlésről beszélek csak, jelen pillanatban, illetve a frekvenciagazdálkodásról ezek a szabályok. Azért is mondom, hogy a helyzetünk nem egyszerű, mert egészen más a médiát érintő szabályozás megítélése a Magyar Szocialista Párt frakciójában, mint a hírközlési és az informatikai területű szabályozásnak a megítélése. Éppen ezért választottuk ketté véleményünket. Képviselőtársam Mandur László fogja elmondani a médiát és a média területét érintő szabályozást, és én kifejezetten csak a hírközlés, informatika, illetve a digitális átállás kérdésköreivel foglalkozom. Ezen a területen jóval több a pozitívum, mind a jogszabályban, mind pedig a jogszabály eredményeként a magyar társadalomra adott hatását illetően. Nehéz lesz ebben az értelemben magához a törvényhez ebből következően egységes álláspontot kialakítani, vagy egy szavazatban megnyilvánuló álláspontot kialakítani. Ezért is örülök annak, amelyet Rogán képviselő úr mondott, és többen itt a teremben is, nevezetesen, hogy képviselői módosító indítványokra nyitott a kormány oldal a hírközlés és az informatika területén. Mi mindenképp fogunk ezzel élni. Én magam is 3 módosító indítványt adtam be a jogszabályhoz azért, hogy a hírközlés és informatika területén azokat az agályokat, amelyek a pozitívumok ellenére fönnmaradnak, mindenképpen kezelni tudjunk. Hadd mondjam azt, hogy tulajdonképpen mik azon túl, hogy az európai implementációt és a szakmai folytonosságot ez a törvény hordozza, mik az állampolgárokat és a piacot érintő legfontosabb pozitívumok. Fogyatékos végfelhasználók jogainak nevesítése több helyen szerepel ebben a jogszabályban. Régi probléma, igenis indokolt, hogy fogyatékos embertársaink jogi garanciák mellett tudják ezeket az eszközrendszereket használni. Az emeldíjas szolgáltatások letilthatósága. Ez is egy olyan akut probléma, nagyon sok embert érint ez, indokolt, hogy a parlament döntsön ebben a területben. Az új generációs hálózatok nevesítését nem sokan értik kívülről, de ez egy nagyon fontos feltétele annak, hogy Magyarországon modern és fejlett infrastruktúrák alakuljanak ki. A szerződéskötési jogi kötelezettségek pontosítása egy egyszerű szó ugyan, de kérem tisztelettel a mellékletekben ennek eredményeként a telefonálók, az internetezők egy sokkal komolyabb, szakmailag megalapozott, nagyobb jogbiztonságot jelentő szerződéses rendszer részesei lehetnek majd a következő időszakban. Mindenképp indokolt, hogy szabályozzuk ezt. Ugyanígy az ASF kötelező elemeinek a meghatározása, amelytől nem térhetnek majd el a szolgáltatók. Ezeken a területeken kell látnunk, hogy a fogyasztókat jelentős erővel védi ez a törvény. Azt kell mondanom tehát, mivel hogy a fogyasztókat ez pozitívan érinti, hogy ezeket a részeket mi támogatni fogjuk, mint hogy azt is, hogy a Fogyasztóvédelmi Hatóság és az NMHH között egy szakmailag kompetens, szerződésszerű együttműködés jöjjön létre, hiszen az infokommunikációs fogyasztóvédelmi jogok az egyik legfontosabb jogok az elkövetkezendő időszakban. Szükséges itt a megerősítés, az is normális egyébként, hogy ebben a két hatóság együttműködjön. Ugyanígy nagyon fontos a személyes adatok védelmének nagyobb pontosítása. Ez egy rendkívül fontosságú kérdés. Más kérdés, hogy, és itt már átérnék majd a vitás pontokra, hogy bizonyos esetekben, ahol szankcionálhat a hatóság, ott a mi megítélésünk szerint túlterjeszkedő hatósági jogosítványok már ezeket a személyiségi jogokat nem védik kellőképpen. Mi igazából ennek a információ technológia és a frekvencia gazdálkodás szempontjából fontos törvénynek a valódi dilemmája vagy problémája? Úgy látom, hogy ez a dilemma élő jelen pillanatban a
kormánypárti frakció és a kormány között. Annak ellenére, hogy két nagyon kulturált és intelligens felszólalását láttuk ennek a vitában ma, a Rogán úr és az államtitkár úr részéről, ettől függetlenül nem lehet attól eltekinteni, hogy itt egy élő vita van a körül, hogy hogyan szabályozzák és hogyan történjen meg ennek a területnek az irányítása. Mi nem kívánunk különösebben ebben a vitában részt venni. A mindenkori ellenzéknek érdemes elfogadni azt, hogy a kormány többség, illetve a kormány mögött álló politikai többség és a kormány hogyan szabályozza azokat a közjogi infrastruktúrákat, amelyel az állampolgárok számára különféle szolgáltatásokat biztosítják. A mi szempontunkból teljesen irreleváns az, hogy most a minisztériumnak van hatásköre, vagy adott esetben a hírközlési hatóságnak van nagyobb hatásköre. Hozzátenném, annó annak idején mi nem támogattuk az alkotmányban a hírközlési hatóság rendeletalkotási jogát természetesen, de mára ez egy alkotmányos alapjog, ilyen értelemben az állampolgárok szempontjából majdnem mindegy, hogy a minisztérium főosztályvezető vagy a hatóság fogja szabályozni ezen a területen ezt a kérdést. Nagyon fontos azonban, hogy itt vigyelni kell arra, hogy ez a szabályozás egy nyugodt, konszenzuális légkörben teremtődjön meg. Még egyszer szeretném mondani, mind a piaci vonatkozásban Magyarország tekintetében, mind a fogyasztói oldalon ez egy rendkívül jelentős szabályozás, indokolt tehát a körültekintés. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ebben a javaslatban, amely most az asztalon van, az NMHH nagyon széles körű jogalkotási felhatalmazást kap. Nyilván annak a vitának az eredményeként, hogy egyszerre vannak itt a kormány oldali megfontolások, és a másik oldal az NMHH megfontolásai, mi úgy látjuk, hogy nincs azzal probléma, az NMHH széleskörű jogalkotási felhatalmazást kap, de jelen pillanatban az nincs végig gondolva, hogy mi történik akkor, hogyha maga az NMHH, a hírközlési politika, a frekvenciapolitika és az információs társadalommal összefüggő politikák területén állam lesz az államban. Tehát, hogyha túlterjeszkedő módon jelen pillanatban adott esetben a kormányzat illetékes intézményeivel sem hajlandó egyeztetni. Ez minket különösebben nem zavar, de zavarja a piac egészét, és átláthatatlanná teheti a folyamatokat, valamint előállhat olyan helyzet is, hogy a kormányzati intézkedés és a kormányzati rendeletalkotás bizonyos területeken ellentmond az NMHH rendeletalkotásának. Ilyen esetben még az is egy kérdés, hogy ki dönti el, most a magyar bíróságon túlmenően természetesen, de hát nem szeretnének sem a fogyasztók, sem pedig a piacra szereplők bírósághoz szaladgálni, akkor, hogyha vita van az adott szervezetek között. Itt tehát mindenképpen indokoltnak tartjuk azt, hogy a következő napokban a kormány és Rogán úr egy koherens rendszerbe összegezze azt a végső javaslatot, amelyben ezek a különféle jogi pozíciók a helyükre kerülnek. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezek koherensek legyenek. Ilyen értelemben nekünk nincs ezzel problémánk, ha ide kerül, a kormánynak azonban figyelnie kell arra, hogy a későbbiekben akkor hogyan fog ebben a viszonyrendszerben az állam az államhoz, pozícióhoz viszonyulni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a digitális átálláshoz kötődő összes forrás felett gyakorlatilag az NHH elnöke fog az elkövetkezendő időszakban diszponálni, méghozzá függetlenül attól, hogy a digitális átállás stratégiáját elfogadja a hivatal elnöke, vagy nem fogadja el a hivatal elnöke. Nyilván azt vélelmezzük, hogy elfogadja. Itt azért szeretném azt kezdeményezni, van a parlamentnek egy albizottsága, amelynek az a neve, hogy digitális átállással foglalkozó albizottság. Indokolt lenne azért legalább az udvariasság okán nem mi vagyunk ennek az elnökei, hanem a fideszes képviselőtársaink, de hát legalábbis össze kellene hívni, és bizonyos fajta értelemben pozícionálni azt, hogy mi történt eddig a digitális átállás területén, és mit szeretne a hatóság a digitális átállás területén a következő időszakban. Ellenkező esetben később csak azt mondhatjuk, hogy valamennyien ki vagyunk szolgáltatva a hivatal elnökének, aki vagy erre fordítja majd ezeket az összegeket, vagy valami másra. Arra buzdítom tehát a képviselőtársaimat, hogy egy utolsó pontosítás erejéig ezeket a koherencia zavarokat szüntessük meg a rendszerbe, és egy precízebb szabályozással véglegesítsük majd a törvényjavaslatot. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy világosan jelezzem,
Az NH elnökének és elnökhelyettesének megbízatásuk megszűnése esetén a megelőző 12 havi hatóságtól származó nettó jövedelmének megfelelő adómentes kártalanításban kívánja részesíteni a jogszabály. Az a javaslatom, hogy ezt gondolja végig a tisztelt ház. Mi ezt nyilvánvalóan elutasítjuk, de a mi megítélésünk szerint nem nagyon illik be jelen pillanatban a kormányzati többség politikájába sem. Nyilvánvaló értem én ennek a dolognak a szándékát, nincsen ebben az értelemben személyesség a hangomba, de ha egyszer egy nagy és jelentős hatóságot fölállítunk, ha azt gondoljuk, hogy ezt kompetensen az állampolgárok és a piac felé legitim hatóságnak mondjuk, nem biztos, hogy ezek azok az intézkedések, amelyek ennek a hatóságnak, ennek az új hatóságnak a legitimitását növelik. Nem mondják az állampolgárok rögtön azt, hogy az egész arról szól, hogy immáron viszonylag jelentős pénzt adjunk kártalanításként a hivatal elnökének. Nem javaslom tehát, hogy ez benne maradjon, ehhez kötődően adtam is be módosító indítvány. Az, hogyha egyszer állam az államban lehetősége fönnáll az NMHH esetében, akkor valamilyen módon korrigálnia kellene az előterjesztőknek azt, hogy a hivatal mellett fölött idézőjelbe, akár a rendeletalkotáshoz kötődően is egyfajta civil, szakmai és nyilvánossági kontroll jelenjen meg. Jelen pillanatban nincs ilyen kontroll a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság fölött. Nekünk az a javaslatunk, hogy folyék arról szakmai vita a következő időszakban, hogy a Nemzeti Hírközlés és Informatikai Tanács vajon alkalmassá tehető-e arra, hogy legalább a nyilvánossági rendszerét és az alternatíváját egyfajta nem felügyeletét, de egyfajta kinyitását ennek a testületnek ellássa. Ellenkező esetben senki nem fogja látni, nyilván a miniszterelnökön kívül, hogy mi folyik a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál. Ez egy ilyen csúcshatóságnál az én megítélésem szerint elfogadhatatlan, de kormánypárti képviselő társaimnak is a figyelmébe ajánlom, mert az ő felelősségükkel lesz megszavazva, tőlük fogják megkérdezni, hogy ki és milyen módon kompetens ennek a hatóságnak a munkájában. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjait egyébként a miniszterelnök úr kéri föl, szakmailag kompetens intézmény jelen állapotban nem alkalmas arra, hogy ennek a médiahatóságnak egyfajta korrekcióját, szakmai, társadalmi kontrollját ellássa, de a mi megítélésünk szerint alkalmassá tehető. Maga a jogszabály egyébként a kormány többi szervezete esetében jelentős feladatokat delegál, az én megítélésem szerint helyesen, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsnak, mint civil szakmai fórumnak. Szerintem nincs annak akadálya, hogy ezt önmagában a hatóság esetében is megtegye. Summa summarum az a javaslatunk, kifejezetten csak a hírközlés és a digitális átállás területén, hogy folytassunk arról vitát, mi is beadtunk módosító indítványokat, nyilván mások is megteszik. A mi megítélésünk szerint indokolt ezen a törvényen javítani abban az értelemben, hogy minél közelebb kerüljön a szakma és a fogyasztók ideális álláspontjához. Ehhez kívánok magunknak sok sikert a következő napokban a részletes vitákig. Köszönöm szépen a meghallgatást. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, felszólása következik. Kupcsok Lajos képviselő, a Fidesz képviselőcsoportjából. Önné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak. Az egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat uniós alapelveket épít be, uniós irányelveket ültet át a hazai jogrendszerbe. Az unión belüli elektronikus piac megteremtésének több szemponttal kell összhangban lennie. Ilyen szempont az innováció, de a fogyasztóvédelem is. A javaslat versenyre építő szabályozást kíván létrehozni, figyelemmel van a fogyasztói igényekre és a fogyasztói szokásokra is. A piac változása, az új szolgáltatás csomagok új lépéseket igényelnek a fogyasztóvédelmi szabályozás területén is. Fontos szempont, hogy az információs társadalom szolgáltatásai minél több ember, ha úgy tetszik, mindenki számára elérhetőek legyenek. Célja a szabályozásnak, hogy az előfizetők, a felhasználók, a fogyasztók jogainak érvényesítéséhez garanciákat biztosítson. Ugyancsak felhívom a figyelmet arra a körülményre, hogy az elektronikus társadalmi integráció célkitűzéseinek érvényesítéséhez további lépések váltak szükségessé az átláthatóság biztosítása érdekében.
A felhasználói jogok, a fogyatékkal élő felhasználók jogainak megszilárdítása figyelembe veszi a technológiai fejlődést, valamennyi felhasználó számára több választási lehetőséget, nagyobb jogbiztonságot kínál. A törvényi szabályozás emellett figyelembe veszi a magyar elektronikus hírközlési piac sajátosságait, a szereplők elvárásait, a hírközlési hatóság elmúlt időszakban megváltozott alkotmányos helyzetét. A javaslat elsősorban annak az uniós irányelvi szándéknak kíván megfelelni, amely az elektronikus hírközlési piacon egyszerre biztosítja az erősebb versenyt, a befektetések, az innováció és a fogyasztók védelmének magas szintjét. Jobb szabályozás irányelv célkitűzéseinek átültetése a szabályozás hatékonyságának javítását és egyszerűsítését jelenti. A javasolt módosítások 4 fő irányvonala. Hatékonyabb frekvenciagazdálkodás, ezáltal az innováció előmozdítása. Dereguláció, ahol szükséges, illetve ahol lehetséges a szabályozás egyszerűsítése. A hálózatbiztonság és a hálózatintegritás javítása. A nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségének növelése, a piacelemzéssel kapcsolatos eljárás racionalizálása. Az uniós polgárok jogai irányelv célkitűzésének átültetése, a fogyasztóvédelem és a felhasználó jogok megerősítését, a magánélet és a személyes adatok fokozottabb védelmét jelenti. A módosítások jelentőségét az adja, hogy a keretszabályozás alkalmazásán túlmenően a korábbi szabályozás hatályba lépése óta eltelt időszakban összegyűjtött jogalkotói, jogalkalmazói és iparági tapasztalatok alapján kijelöli a szabályozás következő irányait és súlypontjait, és újra szabályozza a szereplők mozgásterét. A 2010. évi 185-ös törvényben, a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényben az alkotmány felhatalmazása alapján a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke a hatóság Európai Uniós keretszabályozásnak megfelelő pénzügyi függetlenségét biztosító pénzügyi rendeletalkotási jogkört kapott. A törvénymódosítási javaslat a következő témakörökben tartja célszerűnek a jogalkotási hatáskörök átadását az elnök részére. Frekvencia és azonosító gazdálkodás, előfizető jogviszony, a szolgáltatók tevékenysége körében biztosított jogkör. A törvénytervezet által felvázolt rendszerben a hírközléspolitika, frekvenciapolitika és információs társadalommal összefüggő politikák megalkotása továbbra is hagyományos kormányzati feladat és hatáskör maradna. Azonban a politikáknak megfelelő jogszabályok megalkotása közvetlenül a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz kerülne. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, felszása következik Hegedűs Tamás képviselő úr. A Jobbik képviselőcsoportjából öne a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. A 2003-as egységes hírközlési törvény, amelynek az aktuális módosítása fekszik éppen előttünk, a maga idejében korszerű, előremutató törvény volt. Azóta többször is módosítani kellett, ami érthető egy ilyen gyorsan változó ágazatban, különös tekintettel az infokommunikációs szektorban megfigyelhető és prognosztizálható konvergencia folyamatokra. A jelenlegi módosításnak láthatóan két fő oka van. Az egyik az Európai Uniós jogharmonizációból fakadó feladatok. A másik az a szabályozási probléma, amit a Nemzeti Hírközlési Felügyelet és az ORTT összevonása jelentett és jelent, amiből létrejött a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az egyik tehát egy külső kényszert jelent, a másik pedig egy ágazaton kívül született hatalomtechnikai döntés következménye. Ami így is, úgy is azt jelenti, hogy a jelenlegi módosításokat nem ágazati vagy össztársadalmi nemzetgazdasági stratégiai megfontolások ihlették, így nem illeszkedik komplex fejlesztési programhoz. Annak ellenére, hogy a kormány infokommunikációs államtitkársága tavaly decemberben nyilvánosságra hozta a digitális megújulás cselekvési tervet, ami egy színvonalas stratégiai dokumentum, alapos helyzetértékeléssel és jól megfogalmazott célokkal. Úgy tűnik azonban, hogy a kormányzaton belül, vagy a kormányzat és a törvényhozás között nem megfelelő a kommunikáció és az együttműködés, mivel az ott megfogalmazott stratégiai célok nem jelennek meg a törvénymódosításban, illetve az előterjesztés indoklása nem hivatkozik a kormányzat saját stratégiai dokumentumára, ami hiba. Stratégiai szemléletű törvényalkotás helyett tehát ismét ad hoc jellegű törvényalkotással nézünk szemben.
Természetesen tisztában vagyok vele, hogy egy komplex fejlesztési terv nem jelenhet meg egy az egyben hozzárendeléssel az ágazatot szabályozó törvényben, még ha az átfogó jellegű is. A fejlesztési koncepció megvalósításához ugyanis az államnak különböző eszközei vannak, amelyek három nagy csoportba sorolhatók, úgy mint a finanszírozás, szabályozás, illetve közpolitikai eszközök. Az EHT ezek közül a második csoportban a szabályozási eszközök közé sorolható. Ezen belül is a legmagasabb szinten szabályozott kérdésekre. Teljes körűséget tehát nem várunk, de összhangot, egymásra utalást mindenképpen vártunk volna. Hangsúlyozom, a kormányzat saját meglévő stratégiájával. Hozzátéve, hogy mivel a tervek szerint nem születik külön törvény az információs társadalom fejlesztésére, az EHT módosítását mégiscsak ki lehetett volna használni néhány stratégiai cél törvényi szintű megfogalmazására. De nézzünk néhány részletet külön is. Az EHT-ban annak idején az informatika terén nem foglalkozott kellő súllyal a szoftver és szolgáltatás fejlesztéssel, így az nem alapozta meg az ország exportképességét az ágazatban. Ezeket a feladatokat a mostani módosítás sem vállalja. Már az eredeti törvényben is túlhangsúlyos volt az infrastruktúra alapú verseny, bár akkor még a magas távközlési díjak miatt ez indokoltnak tűnt. Ma már egyértelműen nem ez a fejlődés legfőbb korlátja, így ennek kiemelése vitatható. A hatékony beruházás és innováció előmozdítása helyes kiemelés, csak ezen a téren, mint jeleztem, aggodalomra ad okot az összhang hiánya a kormányzati stratégiával és a komplex cselekvési programmal, ami nélkül a törvény önmagában nem fogja elérni ezeket a célokat. Ezzel kapcsolatban újra ki kell emelnünk annak a gyakorlatnak a kritikáját, hogy ilyen jellegű szaktörvényeket képviselői indítványra tárgyal meg a parlament. Itt se a kormányzati munka komplexitása, se a szükséges egyeztetések megléte nem garantálható. Amennyiben ennek a gyakorlatnak az az oka, hogy nem elég hatékonyak, nem elég célra törőek a kormányzati egyeztetési folyamatok, akkor a megoldás nem ez a elkerülő magatartás, hanem a kormányzati munka folyamatainak újragondolása, azok hatékonyabbá tétele lehetne. A szintén említett EU-s jogharmonizációs célok szükségesek, önmagában nem kifogásolhatók, de többnyire csak technikai jellegű pontosításként értékelhetők. Ebből önmagában előrelépés még nem lesz. Nézzük az általános indoklásban megjelenő érveket. Ezekből kiderül, hogy a törvénymódosítás oka egy május 25-én lejárt EU-s jogharmonizációs határidő. Ebben a vonatkozásban még szerencsés is, hogy ez a határidő kikényszerítette a törvény magyar versenyképességi piacszabályozási és fogyasztóvédelmi szempontból is indokolt felülvizsgálatát. Az EU-s irányelvek azonban egyes esetekben túl elméletiek, például ami a fogyatékossággal kapcsolatban megjelenik. A legtöbb esetben azonban pozitív hatással bírtak a törvénymódosítás tartalmai kérdésére is. Különösen igaz ez az uniós polgárok jogai című fontos irányelvre. Az általános indoklásban a hatóság elnökéhez delegált jogalkotási hatáskörök magyarázata meglehetősen kusza. Az indoklás elejéből is kiderül, hogy hiba volt a kormányzattól elvileg független ORTT és a kormánypolitika végrehajtására hivatott nemzeti hírközlési hatóság összevonása. Megjegyzem, az NHH a kevés jól működő hatóságok egyike volt, ezt a változást ágazati vagy nemzetgazdasági szempontok nem indokolták. Nehezen magyarázható, hogy a választott intézményi környezet és annak jogosultságai miért számítanának hatékonynak. Az indoklás ugyan utal arra, hogy a minisztériumi jogalkotás lassúsága teszi szükségessé, hogy az NMHH elnökéhez telepítse az országgyűlés ezeket a jogalkotási hatásköröket. De felteszem a kérdést. A helyes válasz nem a kormányzati munka és döntéshozatal hatékonyabbá tétele volna? Valós és az összevonással részben maga a kormányzat által előidézett problémára így nem adekvát választ ad az előterjesztést. És itt hadd térjek ki egy mulatságos részletre, ami a 91. oldalon, a harmadik bekezdésben olvasható. Vajon mit akar pontosan a hivatkozott aktus alkotási jog? Itt alig, hanem egy Leiter Jakab típusú félrefordításról van szó, amit érdemes lenne majd pontosítani, alig, hanem törvényalkotási jogkört szerepelt a forrásként tekintett szövegben. Ugye, az angol száz típusú jogszabályozásról van szó.
A frekvenciagazdálkodás vagyongazdálkodásai elemeiről írtak a hatékonyság, a gyorsabb piaci reagáló képesség vonatkozásában igazak. De kérdés, hogy mennyire érvényesülnek az állami vagyonnal kapcsolatos általában indokolt garanciális elemek, professzionális testületek felügyeleti lehetőségei. Például a tekintetben, hogy más tudású szakemberek ellenőrzik a hatóságot és az MNV ZRT-t, más a vezetés, illetve felügyelőbizottság szakmai összetétele is. Az NMHH-nak alig, ha nem ez a profilja. Nézzünk néhány további konkrét példát. A harmadik paragrafusban, amelyik az EHT 4-es paragrafusának első D pontját módosítja, ezzel kapcsolatban helyes szándék a fogyasztói érdekek védelmének megerősítése, hiszen itt az állam általános fogyasztói érdekvédelmi feladatain túl a felhasználói bizalom megteremtése, fenntartása is a cél. Amitől pedig nagy mértékben függ az információs társadalom szolgáltatásainak használatának elterjedése, illetve ezeknek a szolgáltatásoknak a mélysége. A célok eléréséhez azonban megfelelő, gyakorlatban is működő jogalkalmazási technikák lennének szükségesek. A másik probléma, hogy bár nyilvánvalóan kell foglalkozni a fogyatékosok érdekeinek védelmével, de nem helyes, ha a fogyasztói érdekvédelem kapcsán ezek a kérdéseket emeli ki az előterjesztés, hiszen etéren az egész társadalom védelemre szorul. A 12. paragrafusokban a biztosokra vonatkozó és a pozíciót megszüntető tervek miatt nem értelmezhető az adatvédelmi biztos hivatalával előírt együttműködést. Ez nyilvánvaló, a szervezeti változások után újabb módosítást fog majd szükségessé tenni. A EHT 106-os paragrafusának 5. bekezdésébe kerülő szövegrészek helyesek, de esetlegesek. Például az új és megújított infrastruktúrában való hatékony befektetések és újítások előmozdítása érdekében a beruházó szolgáltatók, vállalkozások tevékenységének előmozdítása nem csak a kockázat megosztás, államilag egyébként is nehezen segíthető területén volna lehetséges. A korábban már kiemelt bizalmi kérdés miatt egyértelműen üdvözlendők az adatbiztonságot, az adatkezelést és a kéretlen marketing tevékenységet szabályozó rendelkezések. Így az EHT 157. paragrafusának 4-es bekezdése helyébe lépő rendelkezés, miszerint az elektronikus hírközlési szolgáltató értéknövelt szolgáltatás nyújtása vagy saját üzletszerzés céljából az előfizető vagy a felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulásával az ilyen szolgáltatások nyújtásához, illetve értékesítéséhez szükséges mértékig és ideig feldolgozhatja a második bekezdés, a 2-es bekezdés szerinti adatokat. Az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles biztosítani, hogy az előfizető és a felhasználó hozzájárulását bármikor visszavonhassa. Ami azonban ezen a téren a kérdés, hogyan biztosítható a külföldi szolgáltatók jogkövetése? Amennyiben egy szolgáltatás magyar nyelven, Magyarországon is képviselt cég által zajlik, akkor a hatóságnak meg kell találnia a módját a törvény érvényesítésének. Sajnálatos gyakorlat, hogy főként amerikai cégek az ottani gyakorlat alapján dolgoznak hazánkban is. Például kéretlen vagy automatikus generált leveleket, ajánlatokat, közösségépítő rendszerekbe belépést sürgető felhívásokat küldve az ehhez beleegyezését nem adó felhasználónak. Kifejezetten érzékeny kérdés, hogy a piaci erőfölénnyel bíró külföldi szolgáltatók, mint amilyen a Facebook vagy a Google, milyen adatbázisokat építenek a szolgáltatásaikat használó magyar felhasználókról, azok adatairól, szokásairól, és hogyan használják fel ezeket. Ami az informatikát és az információs társadalmat, mint ami jelenleg leginkább szabályzatlan területet illeti, a törvénymódosítás jelzi, hogy a kormány foglalkozni akar a témával, ami pozitívum. Azonban hiányzik az olyan átfogó megközelítés, mint amilyen például az első Orbán kormány időszakában is volt, amikor az informatikai kormánybiztosság felállítása előtt a KHVM megbízásából elkészült az információs társadalom és az informatikai ágazat stratégiája és jogalkotási terve. Igaz, sajnálatos módon az abban foglaltak és csak kis részben valósultak meg az azóta eltelt időszakban, de az akkori megállapításokat jelentős része ma is igaz. Példaképpen két ma is megfontolódó gondolat, és érdekes, hogy ezek mennyire aktuálisak maradtak most is. Az informatika olyan stratégia ágazat, amelyeknek a problémáinak a kezelése a jövőt talán leginkább meghatározó tényező. Ez a tény ismert, a fejlesztési stratégiákat és a gyakorlatot azonban mégsem jellemzi, hogy kellően támaszkodnának az informatika nyújtotta lehetőségekre. Ez egy idő után sajnos nem egyszerűen a lehetőségek kihasználásának elmaradását, hanem elszalasztását jelenthetik.
hiszen a példátlan gyors fejlődés és átalakulás igen hamar új helyzetet fog teremteni, amelyhez már csak alkalmazkodni lehet. Az ország versenyképességének növelése leginkább az informatikai innováció, illetve a fejlesztések célzott átgondolt támogatásával lenne lehetséges. Az informatikai ágazat fejlődés üteme jóval nagyobb a gazdasági átlagnál. A gazdaság átlagánál. Így középtávon várhatóan komoly profit fog realizálódni, aminek döntő részét várhatóan ki fogják vinni az országból. Már ma is jelentős az így külföldre kerülő pénz. Mind az iroda